És most Paks és környéke aktuális témáit, eseményeit hozzuk adásba. Vendégeink adásban értékelnek, elemeznek, beszámolnak, hogy tájékozottak legyetek. Adásban! Minden vasárnap délelőtt 9 és 10 óra között a Paks FM-en. Adásban! A házigazda Strasser Andrea. Kellemes vasárnap délelőttöt kívánok mindenkinek, 9 óra után a mikrofonnál Strasser Andi. Pünkösd vasárnap teljesen megújulunk, megfiatalodunk, ugyanis egy fiatal hölgy és két fiatal ember van itt velem a stúdióban. Raut Adrián a Paksi Vakbottyán gimnáziumból, köszönöm, hogy eljöttél. Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek. Liptai László az Esziből, ami most már energetikai technikum? Így van, én is köszönöm. De nem Eti. Nem. Semmiképpen. Semmiképpen. És Renkec Máté, szintén a Gimiből, a Paksi Vakbottyán gimnáziumból, örülök, hogy itt vagy. Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek. Aj, nagyon szépen elmondtad, és nagyon köszönöm neked, Máté, hogy összeszervezted a csapatot, mert ezt te követted el. Tegnap, amikor este egyeztettünk, hogy kiket hozol magaddal, akkor azon mosolyogtam, hogy mindannyian bések vagytok. 12 bések. Még mindig a bések a legjobbak? Ez mindig is így fog maradni. ez a mi időnkben is úgy volt, ez olyan érdekes. Na de hát túl vagytok az érettségén, most már gondolom béke van, barátság és szerelem. Hogy miről gondolkodnak és hogyan a mai fiatalok, hogyan zajlott az idei online év, milyen volt a fél érettségi, amit nekik egyébként egész. Ilyen dolgokról fogunk ma beszélgetni, egy rövid zene után már is kezdünk. Adásban kérdezünk. Adásban hozzuk a választ. Ma három fiatal vendégem van, Raut Adrián és Renkec Máté a Paksi Vakbottyán gimnáziumból, és Liptai László az energetikai technikumból, mert már így hívjuk. De azért nekünk még egy kicsit eszi. Eszi, igen, mindenkinek eszi még azért egy kicsit. Jó, oké, akkor nem hibázunk, ha így hívjuk. Mindhárman végzős tanulók vagytok. Kezdjük ott, hogy nagyon sokat hallottunk arról, hogy milyen volt ez az online tanév, de végre tőletek első kézben megtudhatjuk. Áruljátok el nekem, mit gondoltok, mehet arra felé a világ, hogy egyszer valamikor vírus nélkül is csak és kizárólag online tanítás lesz? Eljuthatunk idáig? Laci? Szerintem teljesen elképzelhető, hogy egy nap ide jutunk. Nagyon távolinak tűnik még ez így, legalábbis nekem, mert ez az átállás teljesen felborította a mindennapjainkat, szerintem a tanároknak és a diákoknak is egyaránt. Abszolút elképzelhető, szerintem, de ennek még nincs itt az ideje. Miért borította fel? Tehát azért valahol mi azt gondoltuk, hogy a fiataloknak ez tök kényelmes. Egyrésztről igen, kényelmes volt, másrésztről meg felborította a teljes rendszert, hogy reggel fel kell kelni, felöltözni, bemenni az iskolába, ott ülni egész nap. Azért mégiscsak ott kellett lennünk ténylegesen, és így meg nem volt féle megkötés. Tehát nem kellett felkelni egy órával előtte, elég volt csak leülni a gép elé és hallgatni az órákat. És így teljesen megváltozott az egész rendszere ennek. Máté, te hogy élted meg? Nehezen, mert én bármennyire is furán hangzik, szerettem iskolába járni. Ha nem feltétlen mindig esetleg a biosz vagy a fizika óra miatt, de a tanárok és a közösség miatt én sokkal jobban vonzódom a jelenléti oktatáshoz. Figyelj, ezt nagyon sok fiataltól hallottuk, de azért nagyon sokszor nem hittük el. Tehát volt egy olyan érzésünk, hogy nekünk felnőtteknek, hogy ezt azért mondják a diákok, mert vagy megszépült ez a történet, tehát eddig nem szerettek iskolába járni, de most rájöttek, hogy igen, vagy azért mondják, mert tulajdonképpen ezt hallják a szülőktől is, hogy az lenne jobb nekik. Egy ideig nekem is nagyon tetszett az online oktatás, később kellhetek, úgymond több szabadidőm van, azt csinálok, amit akarok, csak be kell jelentkeznem az órákra, és igazából mellette akár elmehetek főzni, vagy otthonról, vagy bárhova, de amikor lekapcsolódok az órákról, akkor nincs olyan szünet, mint amilyen szokott lenni, hogy az osztálytársaimmal elmegyek a suli büfébe, beszélgetünk, hecceljük egymást, hanem otthon vagyok, és a szobámba ülök egyedül. Ráadásul te sportember vagy, hiszen az Atomerőmű Sport Egyesület igazolt kosárlabda játékosa vagy. Az edzések is elmaradtak, gondolom én. És ez a másik nagy szívfájdalmam, hogy otthon kellett a négy fal között ülni, és nem tudtam sehova sem menni, pláne még tavaly márciustól júniusig. Anyukám teljes pandémiás pánikba volt, és
Igen, tehát hogy a szülők hogy élték meg, azt gondolom, egy külön történetve lehetett minden családban. Uh-huh. Tehát még lehet, hogy még oda se engedett le, hogy a szemetet levid, vagy mire gondoljunk? Hát, oda leengedett, viszont szigorúan maszkba, és semmihez nem nyúlhattam a kukán és a kaputelefonon kívül. És megúsztátok a vírust? Idén márciusig, én igen. Akkor lehet, hogy anyukád jól cselekedett. Adrián, a lányok ugyanígy gondolkodnak, és ugyanígy éltétek meg ti is, mint a srácok? Én egyetértek a Mátéval, mert lehet, hogy tényleg furán hangzik, de én is szerettem bejárni az iskolába, tehát hogy nagyon jó osztályközösségünk volt szerintem, és én élveztem bent lenni az iskolába. És először, amikor megtudtam, hogy online oktatás lesz, kicsit mondjuk megörültem, mert eleinte úgy voltam, hogy úgyse lesz ez itt sokáig, legalábbis reménykedtünk benne, és hát azért tényleg is sokkal könnyebb volt, hogy nem kellett lesétálni, nem kellett korábban felkelni, hogy elkészülődjünk, meg ilyesmi, de végül hozzászoktunk ehhez a helyzethez, tudtunk alkalmazkodni, szerintem mi fiatalok könnyebben, mint a tanárok, mivel mi jobban hozzá vagyunk szokva a számítógéphez, meg az ilyen eszközökhez, mint a tanárok, de mi próbáltunk türelmesek lenni velük, hogy tudjanak alkalmazkodni hozzá. Ez óriási, tehát nektek kellett türelmet gyakorolni, de mit segíteni kellett nekik néha, hogy mit hol keresenek? Teljesen el voltak veszve ebbe az új rendszerben. Nagyon, no. nagyon nehéz volt. A kezdeti időszak persze, a tavaly március, ott nagyon. Hát de mondjatok már egy példát. Tényleg volt, hogy ők kérdeztek benneteket, hogy mit, hogyan kell megoldani? Vagy? Például egy képernyő megosztás, hogy ugye a konferenciahívásban lássa mindenki az adott képernyőt, vagy diákat, az például egy 10 percbe telt némelyik esetben, szóval nem volt egyszerű a kezdés. És akkor ilyenkor ti otthon mindenki online ment a mémgyártás, és kuncogtatok magatokban, vagy tényleg próbáltátok őket türelemmel segíteni, és valahol a tanárok esetleg még hálásak is nektek, hogy tényleg segítettétek őt ebben a tanulásban? Hát segítettünk, de volt jó párszor, hogy egy nagy levegővétel és megnyugvás után, hogy visszatartom. Igen, tanárnő, ezt ide kell menni. Beállítások, képernyő megosztás, én képernyőmet lássák. Okézom. És akkor már látjuk esetleg a nem tudhatom ott Radnótitól. Óriási. Tehát lehet, hogy egy külön tanfolyamot nyithatnátok, és akkor tényleg tudnátok ebben oktatni a tanárokat. Ha eszetekbe jut, és publikus, mi volt a legnagyobb poén a ti osztályotokban? Biztos, hogy volt ilyen, tehát nekünk a munkahelyeinken, az online, mit tudom én, szerkesztőségi üléseken is, millió, bekapcsolva marad a mikrofon, hiányos öltözékben ül oda, bekapcsolva marad a kamera, ugye millió mémet láttunk ezekről, nálatok történt valami olyasmi, amit most eszetekbe jut, és szívesen elmondjátok, Adri? Sokszor volt, hogy véletlen valakinek bekapcsolódott a kamerája, és akkor, hát nem tudom, én személy szerint jót rögtem rajta, mert vicces volt, meg volt olyan, aki direkt kapcsolta be a kameráját, és csinált valamit. Mi éppen főzte az ebédjét. Igen, mondom, igen, igen. Bors hasonlókkal. Csirkét ott épp csináltam, de nem is tudom, mint a diák. Igen. Valamelyik diák, főzőcskézet. És ezt mind addig húzta, amíg az osztályfőnek egyszerűen kilépett a saját órájáról, és ott hagyott minket. Gyakran éri a mai fiatalokat az a vád, hogy csak az online térben élnek, ugye hát ez már évek óta nem csak a ti generációtokra mondják. Ti mit szóltok ehhez? Ezt csak a felnőttek maguk között mondják, vagy nektek is mondják? Mi a véleményetek erről? Hiszen egyébként mi felnőttek is az online térrel dolgozunk. Máté? Igaz ez szerintem, hogy nagyon sokan rá vannak függve a telefonra, vagy bármilyen közösségi médiára, tévé, hát rádióra mondjuk nem annyira, de ezt magamon vettem észre az érettségére való felkészülésnél, hogy amikor letettem a telefont, levettem az internetről, kitettem a szobámból is, hogy még az a vágy se legyen, hogy csak hat fogjam meg, vagy bármi, mert akkor az lesz, hogy akkor már elment egy fél óra, mert valahogy megint a TikTokra mentem rá, és azt nem lehet egy könnyen letenni. És hogy mennyivel lassabban telik úgy az idő, hogyha nincs telefon, és normálisan összpontosítva tudok tanulni. Ti hogy vagytok ezzel, Laci? Hát szerintem a legfontosabb, hogy megtaláljuk ezt a harmóniát, vagy egyensúlyt a két dolog között. Tehát jó ez az online világ, meg ez most van, most tudjuk használni, ugye szerintem azért is az idősebb generáció azért nem tud olyan könnyen azonosulni vele, mert ők nem ebben nőttek fel, nekik ez mind új, nekünk könnyebb így alkalmazkodni hozzá. Viszont hogyha megvan ez az egyensúly, ahogy a Máté is mondta, hogyha valamire koncentrálni kell és meg kell csinálni, akkor félre kell tenni ezeket a dolgokat. És ez nagyon nem egyszerű. Végzős diákokkal beszélgetünk az élet nagy dolgairól, mindjárt folytatjuk.
Adásban. Ez a Paks FM közéleti magazinja. Minden vasárnap délelőtt 9 és 10 óra között. Adásban. Vendégeim Raut Adrien és Renkec Máté a Paksi Vakbottyán Gimnáziumból és Liptai László az energetikai technikumból, ami nekünk csak eszi. Mindhárman 12 B-osztályos tanulók, végzősök vagytok, megbeszéltük, hogy a B-sek a legjobbak, én is annak idén az voltam. Nagyon sok minden érdekes dologról beszéltünk az előbb, itt beszéltünk arról, hogy a fiatalok mennyire élnek az online térben, és valóban ti is úgy gondoljátok, hogy meg kell találni az arányokat, és itt már az egyik közösségi média neve is hangzott, a TikTokot valamelyik kötök említette. Vegyük már sorra, jó, légy szíves, mondjátok már el, hogy ti 18-19 évesen melyik közösségi oldalakat használjátok, hol cseteltek, hol beszélgettek, ugye beszélgettek, cseteltek, tehát kérlek áruljátok már nekem el, hogy használjátok még a Facebookot, vagy most már inkább Instagram, Twitterről hallottatok-e már, ugye Twitter Magyarországon nem annyira a menő jelen pillanatban. Egy ideig használtam rendületlenül a Facebookot, majd édesanyám is elkezdte, és önkéntes számkivetett módjára én inkább ott hagytam, és már nagyon keveset használom. Ez egy nagyon fontos kérdés, tehát én ugye egy jóval följebb korosztály vagyok tőletek, de nekem az anyukám mondta azt, mitől nem tudom, 2 évvel ezelőtt, a fiatalok eltűntek a Facebookról. Valami történt, nem látom az unokáim fotóit, nem tesznek ki semmit. Ez a jelenség, amiről igen. Beszélsz. Igen, és aztán? Aztán, hát inkább az Instagramot használom, igaz, ott is jelen van még anyukám, de nem annyira. Nem olyan régóta, most már ott is. Én is azt látom, hogy egy másik generáció is megjelent, igen. Aztán még van ez a Snapchat alkalmazás, ezt a kettőt szoktam használni. Adrien? Hát Facebookot én se használok már annyira, van nekem is, de nem tudom, hogy napi egyszer-kétszer felnézek rá, hogy mi a helyzet, és ennyi körülbelül. Én Messengeren beszélek általában a legtöbb emberrel, azt ugye sokszor használom. Instagramot is szoktam használni, de az se annyira ritkán egyébként. Viszont én is sokat TikTokozok. Ezt Márti nem is mondtad. A TikTokot nem mondtad. Ja, igen. Hát azt csak bámulom. Igen, ott rengeteg vicces videó van, és annyira jól el lehet röhögni, tehát én csak ezért használom igazából, hogy vicces videókat nézek rajta. A Messengeren az előbb nevettél, amikor az Adri mondta. Mind mosolyogtál? Mert hát ezt tudtam, mal ez a kettő, ez egybe van. Mármint micsoda? Hát, hogy társalkalmazása. Ja, a Facebook és a Messenger. Igen. Hát igen, de nem mindenki. Hát attól függetlenül, hogy az egyiket használod, meg a másikat nem biztos. Igen, én is így tapasztalom. Ezekben a témakörökben még nálatok is lehetnek nem egyetértések, hát ez óriási. Tehát visszatérve a TikTokra, azért nem mondtad a TikTokot, mert azt nem használod, olyan értem, hogy oda nem posztolsz, vagy nem tudom, mire gondoltál, viszont bámulod. Igen, de azt óriási mennyiség. Azt nagyon. Igen. Oké, Laci? Én is Instagramot használok már, sokkal többet, mint a Facebookot, és visszatérve arra, hogy miért használják egyre többen a fiatalok az Instagramot, szerintem azért, mert a Facebookon sokkal több lehetősége van, mit tudom én, egy olyan poszt megosztására például, amit ugye az idős emberek szeretnek mindenféle posztokat megosztani, az Instagramon ilyen lehetőség annyira nincsen, tehát ott saját tartalmat tudnak feltölteni inkább a felhasználók, és az ilyen újszerűbbnek tűnik. Nekem szerintem. Képben, igen. Újszerű. Jó, de ilyen messenger csoportok, családi messenger csoportok, ilyesmik, ezek nálatok is működnek? Hogy kommunikáltok a szüleitekkel? Melyik chatvonalon? Én mindig felhívom őket, vagy küldök üzenetet. Messengeren. SMS? Igen. Hát mondjuk néha messengeren is, de ott ritkában. Tehát, hogyha valami van, akkor én inkább egyből felhívom anyát, vagy tehát apát. Tehát ilyen még létezik. Aha. Igen. Laci? Szerencsére nálunk még nincsenek benne ezekben a közösségi oldalakon, tehát egyikőjük sem. Szerencsére, de miért szerencsére? Ezt valahogy fejtsd ki nekem, légy szíves. Hát nem tudom, nekem ezek a... Örülök, hogy édesanyám nem követ le minden platformon. Ez mindenképpen hasznos. De miért van szégyelni valód? Vagy mire nem van? Az csak amikor ugye anyukám kommentel mondjuk egy kép alá, az annyira nem vicces egy idő után. Igen, ezt ismerős tudom. Vagy olyanokat oszt meg rólam például a közösségi oldalán, aminek nem örülnék, mondjuk egy gyerekkori fényképet, vagy egy régi rossz emléket, tehát ismerős, hogy ez abszolút benne van. Máté erről talán többet tud mesélni, mint én. Csak keressenek rá az anyukámra, és jelöljék be. Ha visszajelöli esetleg önöket, titeket, akkor már láthatjátok is az életemet. 2003-tól napjainkig szerintem biztos.
Jó, ezt tögezzük le, hogy mindannyian nagyon szeretitek anyukátokat, és apukátokat, illetve a családtagokat, de valóban próbáljátok meg ezt kifejteni, tehát ennyire rossz az érzékünk ahhoz, hogy mit mikor osztunk meg, és mit hova kommentelünk, és szívecskézünk, és valami hasonló helyzetben lehetek a saját gyerekeimmel, akik ugye annyi idősek, mint ti. Tehát Máté, fejtsd ki kérlek ezt a történetet, mit kezelünk rosszul? Nem kezelik rosszul a szituációt, én értem anyukámat, hanem azt, hogy annyira aranyosan írja le, vagy hogy mondjam, hogy egy cukorgyárban nincs annyi édesség, amivel ő le tudja írni, és annyi szeretettel, és hogy már rosszul érzem magam néha, hogy nagyon egyszerűen frusztrálóan édesen le tudja írni. Apukám internet használata az ennél sokkal egyszerűbb. Nem tudja, hogy mikor ír magánba, esetleg messengeren, chatbe, és mikor az idővonalamra. És hogy el kéne menni hétvégén segíteni mondjuk Székelybe lenyírni a hostelt, az nem valószínű, hogy tartozik az ismerőseimre, akik nem ismerték apukámat. Óriási, hát az az igazság, hogy nem feltétlenül csak erről akartam veletek beszélni, de szerintem az óra végéig tudnánk ezeket a sztorikat. Oké, három fiatal a vendégem, elméletileg azért hívtam meg őket, mert túl vannak az érettségén, és az élet nagy dolgairól szeretnénk beszélni, hamarosan azzal is folytatjuk. Paks FM. Vasárnap délelőtt adásban. Adásban vendégem három fiatal, a 12 B osztály tanulói Esziből, illetve Gimiből, Raut Adrien, Liptai László és Renketz Máté, és hát az az igazság, hogy én nagyon sok mindenről akartam volna veletek beszélni, de leragadtunk az internet bugyrainál és annál, hogy a különböző generációk másként használják a közösségi oldalakat, és ahogy mondjuk az én generációm, mint szülő használja, azt nem feltétlenül veszitek ti jó néven, és hát itt egy-két jó poén is elhangzott, és a zene alatt itt arról beszélgettünk, valamit megemlítettél, Laci, hogy Máténak itt az idővonalán is megjelent egy-két érdekessége az érettségi előtt, valami buzdítás. Hát volt még egy sztori, amit azt mondtad, hogy esetleg elmeséled. Tényleg csak akkor, ha publikus. Igen, Pesten voltunk a kárpátaljai ismerősünknél, és házavató buli volt. És ahogy hazafele jöttünk, én, hát ott jó kis ukrán vodka volt, és abból nem lehet egyet meginni, mert hát nem szabad őket megsérteni. És én néztem az úti célt, hogy hogyan kanyarodunk ki esetleg a Kerepesi útról a Hungária körútra, és rosszat mondtam, és ez úgy került fel a Facebookra, hogy a részeg navi eltévedt. De várja, kitette ki a Facebookra? Édesanyám. Mert hát az hozzátartozik. Hát ez egy jó poém volt, na, hát most mi hát igen, van? Neki igen, meg úgy, aki elolvassa, de én, mint a részeg navi, én égtem ott, mint a rejszták. Van-e legjobb vagy legrosszabb élményetek a Facebookkal kapcsolatban, mondjuk így szülőkkel már, akinek van, vagy esetleg nincs? Nekem inkább a mama az, aki rólunk az unokatesommal inkább oszt meg képeket. De így ott tudtunk nélkül, tehát nagyba Facebookozok, és akkor egyszer csak szembe találom magamat magammal, és akkor így nézem, hogy wow, nem is tudtam erről a képről, hogy létezik. És te azt a képet nem tetted volna ki, mert mit a nem úgy állt rajta a hajad, vagy? Hát igazából annyira nem érdekel, mert úgyis a mama ismerősei látják, és mindig azt hírek, hogy jaj, milyen szép unokád van, meg ilyenek, úgyhogy igazából engem annyira nem zavar, csak néha meglepődök, amikor így látom magamat. Hát igen, mert mi azt gondoljuk, hogy arra való, hogy így kiposztolgassunk rólatok dolgokat. Igen, abszolút. Laci? Nekem nem szülőkkel kapcsolatos, mert ők ugye nincsenek jelen ezen a platformon, hanem a Facebooknak annak a jó tulajdonsága, hogy az emlékeket földobja. És például egy ilyen 5-6 éves posztot, amit akár én osztottam meg, vagy a barátom így földobja, és nekem akkor esik le, hogy ez még fönn van, és elérhető bárki számára, akkor kicsit így el szoktam gondolkodni, hogy miket is posztoltam én 5-6 éve, úgyhogy ezek általában törlésre kerülnek, hogyha meglátok egy ilyet. Sajnos vagy nem sajnos, már a legtöbb nem elérhető, de mindig meglepődök, hogy mik voltak nagyon régen. Ez egy nagyon érdekes kérdés, amit mondasz, mert egyébként lehet, hogy most azért törlöd, mert változtál te is. Tehát lehet, hogy az, amit ma kiposztoltok, azt lehet, hogy 5 év múlva kellemetlennek fogjátok érezni? Vagy tulajdonképpen nem nagyon posztoltok, most már megteszitek ezt a szülők meg a nagyszülők megteszik helyettetek, másra használjátok a közösségi oldalakat. Hogy van ez, Laci? Hát már nem annyira posztolunk szerintem, mint régen. Most már legtöbbet ilyen kapcsolattartásra használjuk, tehát gondolok itt a csetelésre, vagy mondjuk elküldeni egy képet az ismerősünknek. Én leginkább erre használom már, és nem nagyon osztok meg
képeket, videókat így a közösségi médiában. Így az online oktatás alatt én szerintem sokkal több házi feladatot, dolgozatot küldtem el, így közösségi média, legyen az Facebook, Messenger, Snapchat, mint ahány képet posztoltam magamról. Igen, ez feladat volt tulajdonképpen az online évet végigcsinálni, és nyilván ez volt a része. Jó, vágjunk bele abba a témába, ami miatt tulajdonképpen elhívtalak benneteket, bár nagyon, azt szerintem estig tudnánk hallgatni ezeket a sztorikat tőletek, de majd csinálunk egy ilyen műsort, jó? És Mátét megtesszük műsorvezetőnek, van Frankon összeszervezte ezt a csapatot, és minden kulissza titkot ki lehet itt beszélni, minden frusztrációt, amit, ahogy említetted. Jó, kivele? Ki hova megy tovább tanulni? Végeztetek, leérettségiztetek, illetve rá se kérdeztem az érettségire. Nektek ez csak fél érettségi volt, mert csak írásbelit tettetek, de gondolom ez egy olyan dolog, hogy nektek ugyanúgy meg kellett küzdeni ezzel. Tehát nektek ez a természetes. Adrián? Hát nekem személy szerint elég nehéz volt a felkészülés igazából az érettségire, így online. Hál' Isten azért tartottak nekünk tanórákat, ahol ugye tudtak segíteni, vagy átismételni az adott anyagot. Az, hogy nincsen szóbeli, az jó is, meg rossz is. Laci? Készültünk mi is a szóbelire. Készítettek minket arra, hogy lesz, mert nagyon sokáig bizonytalan volt, hogy lesz-e vagy nem. Szerintem ez mindenképpen egy előny, vagyis hát egy ilyen könnyítés, hogy nekünk nem volt. Ja, értem. És ugye ez még egy hónap felkészülés lett volna, szóval én ezt mindenképp egy könnyítésnek éltem meg. Uh-huh. Máté? Én is szintén sokáig úgy készültem, hogy lesz szóbeli, és amikor eltörölték, egyik szemem sírt, a másik nevetett. Az egyik azért sírt, mert az esetleg azokból a tárgyakból, amiből javítani tudnék, például irodalom egyszerűbb lett volna, és a másik szemem azért nevetett, mert a történelem eltérettségén nagyon sok tétel van, és abból is esetleg csak egy sokkal kisebb részt kérdeznek, hiába van 30 tétel, akár 120 félét kérdezhetnek, és azért a sokkal nehezebb megtanulni, azért nevetett a másik szemem. Szerintem sokan ezt nem is tudják, hogy miért lehetett volna örülni akár annak, hogy a szóbeli is meglegyen. Jó, tovább tanulás, ki hova megy? Adrián? Hát én mindenképp Pécsre szeretnék menni, azt jelöltem, csak Pécset. Első helyre dietetikust jelöltem, mert rájöttem, hogy amúgy ez engem tökre érdekel, meg szerintem tök érdekes. Kérlek, úgy válaszoljatok a kérdésemre, hogy mondjátok el azt is, hogy mikor döntöttétek el. Én tudom, hogy a ma 21 éves lányom decemberben találta ki, hogy mit tudom én, december, mint a 17-én kitalálta nagy nehezen, hogy január 22-én hova adja be a felvételit. Tehát mikor döntöttétek el, és előtte mit gondoltatok mondjuk kicsi korotokban, hogy mi akartatok lenni. Volt ilyen, Adri? Én utolsó pillanatban döntöttem el, hogy mi legyen, tehát ugye februárban kellett beadni a jelentkezést, én februárig nem tudtam, hogy mit kezdjek magammal, mert hát annyi lehetőség volt, de sokat és kizártam. És akkor erre hogy találtál rá? Hát rengeteget nézelődtem, ugye, és akkor egyszer így megláttam, hogy dietetikus, igen, és akkor rájöttem, hogy amúgy ez nem is lehet olyan rossz szakma. Én is így a vége fele határoztam el magam, az irány az már így megvolt, így hónapokkal ezelőtt, ez a közgazdász irány, ahova majd szeretnék tovább tanulni, de így tényleg a jelentkezés előtt két nappal ültem le, és választottam ki azt a két szakot, amire majd jelentkeznék. Én Budapestre szeretnék menni mindenképpen, vagy a gazdasági egyetemre, vagy a Corvinusra, ez majd eldől ugye a pontok alapján, és igen, ebbe a közgazdálkodás irányba mennék tovább. Kiskorodban mi akartál lenni? Ha volt ilyen? Konkrét nem volt sose. Mindig volt valami, ami éppen megtetszett, és akartam, de úgy nem. Uh-huh. Máté? Ez nálam egy nagyon nehéz és hosszú kérdés volt, ami rengeteg álmatlan éjszakát okozott, mert mikor februárra be kellett adni a jelentkezési lapot, még nagyon sok választási lehetőségem volt. Sokáig tartotta bennem a lelket nagyapám, hogy nekem is a tanári pályára kéne lépnem, esetleg egy testnevelő. A híres történet. Nagyapád? Igen. Mondjuk el, hogy ki jön, egy nagyon híres néptanító ugye itt a környéken. Ja, Renkec József, az Uszdi Népfőiskolának volt az igazgatója, de most már nyugalmazott. Igen, őt nagyon-nagyon jól ismerjük, és nagyon sok portrét forgatnak vele még a mai napig is. Ő buzdított, hogy menjél a tanári? Igen, szakra. Mert mondja, hogy tudok beszélni, szeretem a történelmet, tudok bánni az emberekkel, mindenkivel megtalálom a közös hangsúlyt, és örököltem tőle a végtelen türelmét, ám azt még néha fejleszteni kell.
amíg még volt, hogy katona legyek, ami szintén tetszett neki, de aztán azt elvetettem. És most? Maradt a nemzetközi tanulmányok szak, vagyis szakirány, én is Budapesten szeretnék majd ezzel foglalkozni, meg tovább tanulni, és azért döntöttem emellett, mert egyesíti mindazt, amit én szeretek. A történelmet, a beszédet, emberekkel való foglalkozást. Nálad hadd kérdezzek rá a sportra is, mi lesz a kosárlabdával és az aséval? Hát a szívem megszakadt, de itt kell őket hagynom, de azt még nem mondtam el ott senkinek, hogy hiába váltok MESZ-t, a szívem az mindig piros-kék marad. Megtiszteltetés, hogy a Paks FM-ben mondtad el ezt először. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Adásban kérdezünk. Adásban hozzuk a választ. Adásban beszélgetünk fiatalokkal, Raut Adrien, Liptai László és Senkec Máté a vendégeim, mindhárman paksi középiskolások végzősök, túl vagytok az érettségén, megbeszéltük mindannyiótokkal, hogy most egy picit pihentek, esetleg dolgoztok, de most nem ez érdekel engem igazán, ott hagytuk abba, hogy tovább tanulás, de egy picit nézzünk távolabb. Tudom, hogy az ember nem feltétlenül gondol arra 18-19 évesen, hogy akkor majd mi lesz velem 2 év múlva, meg 5 év múlva, meg 10 év múlva, de mi lesz veletek 2 év múlva, 5 év múlva és 10 év múlva. Tehát mondok egy példát. Tudjátok, tudja a ti korosztályotok például azt, hogy mennyibe kerül egy lakás, vagy egy autó Pakson, vagy azon kívül? Hogyan gondolkodtok erről? A ti korosztályotok 18-19 évesek hogyan gondolkodnak erről? Mikor és hogyan fogjátok azt elérni, hogy saját lakást vegyetek, vagy egyáltalán nem gondolkodnak a mai fiatalok erről? Szerintem mindenképpen gondolkodnak róla, és nyilván ez még nagyon távoli, hiszen 18 évesen azt elképzelni, hogy egyedül önerőből venni egy saját lakást és elkezdeni az önálló életet, ez olyan távolinak és megfoghatatlannak tűnik, de szerintem, hogyha az ember utána néz, akkor képbe lehet ezekkel az árakkal, akár vagy a lehetőségekkel, és hát nyilván nem most lesz még az, amikor külön életet kezdünk a saját bevételünkből és saját erőnkből. Én bolyongtam már egy-kétszer az interneten, hogy megnézzem, hogy esetleg Pakson, meg van ingatlan ügynök ismerősem is, aki Facebookon meg szokta osztani, hogy milyen árakkal, mekkora házak, milyen felszereltséggel mennyibe mennek, vagy hogy mondjam, és hát gyakrabban árérték arányba szimpatikusabb nekem egy Pakson kívüli. Nagyon sokan szokták mondani, hogy Budapest meg Paks lassan már árba ugyanaz, aztán mégse. A ti korosztályatokban általában azt már tudják a fiatalok, vagy lehet, hogy nem tudják, de vannak érzéseik, hogy laknának-e, élnének-e szívesen Pakson, vagy mindenképpen Budapestre akarnak menni, vagy valahova el, illetve szóba kerül-e a korosztályatokban most külföld? Tudom, hogy a pandémia lezárta a határokat. Hogy van ez mostanában nálatok, Adri? Én megmondom őszintén, személy szerint sokat gondolkoztam, hogy milyen jó lenne külföldre elmenni. Én nagyon szívesen. Hova mennél? Nem is tudom, esetleg Angliába például. De persze ez még nagyon messze van, csak úgy jó lenne így elgondolkozni. Aztán lehet nem lenne belőle semmi, csak tényleg így belegondolni, de milyen mit csinálna? Jó lenne. Hát semmi konkrét. Aha, valamit nyilván igen, dolgoznám. Igen. Laci, Paks, vagy más? Hát én felköltöznék Budapestre mindenféleképpen. Engem ez az egész nagyváros, meg az élet, meg a sok ember, ez így mindig is vonzott, legalábbis így az utóbbi pár évben, és szeretném kipróbálni magamat egyedül, hogy tudok esetleg megélni, vagy megállni a saját lábomon egy nagyvárosban, és külföld is, tehát hogy elképzelhető abszolút, nyilván nem a közeljövőben, én Amerikába mennék el szívesen. Azon belül valami konkrét hely? Nem feltétlenül? Nem feltétlenül, csak így az De ország. De USA? Persze. Uh-huh. Máté? Hát, volt szerencsém már hosszabb időt esetleg külföldön tölteni, meg nagyon sok helyen jártam már szerencsére, de amikor Pestről hazafele jövök, és a Vasúti Múzeumot meglátom, a Halászcsárdát, a Pakstáblát, a Dunát, én akkor érzem, hogy igazán itthon vagyok, és én itt vagyok itthon, én itt szeretnék lakni, de emellett Budapestet is külföldet is szívesen kipróbálnám, de azt nem tudnám azt mondani, hogy igazán otthon vagyok, mert nekem itt a Duna hűshabjai adják az igazán az otthon. Az irodalom valóban közel áll hozzád, nagypapádnak igaza van. Okay. Nagyon kevés időnk maradt, próbálkozzunk meg egy ilyen villámkérdés sorozattal a végén. Jó, felteszek valószínűleg 3 vagy 4 kérdést, és próbáljunk meg így végigmenni, majd meglátjuk milyen sorrendben, hogy röviden próbáljatok meg egy-egy szóval, vagy mondattal válaszolni, jó? Mi a véleményetek arról, hogy jön Paks 2, fejlődik a város?
Szerintem hasznos lesz. Fejlődjön, jól teszik. Kíváncsian várom. Mi a véleményetek az oltásról? Szükséges. Hát most már én is úgy látom, hogy egyre nagyobb szükség van rá. Szükséges. Mi a véleményetek a politikáról? Én nem értek hozzá semmi. Én egyre többet foglalkozok vele, mert majd később ebbe szeretnék munkálkodni. Én nagyon keveset nézem, és távol áll tőlem jelenleg. Mit gondoltok a felnőttekről, a munkahelyekről? Láttok-e jó példákat, vagy illetve láttok-e olyan példákat, erre válaszolhattok hosszabban, ami nagyon rossz, és azt szeretnétek elkerülni? Én azt a filozófiát szeretném követni, amit Erdélyben mondott nekem a túravezetőm, hogyha azt csinálod, amit szeretnél, akkor az egész életeden át nem fogsz egy napot se dolgozni. Én is egyetértek, a lényeg, hogy azt kell csinálni, amit valójában te szeretsz csinálni. És akkor jó lesz dolgotok. Igen, igen. Én költöztető munkás nem szeretnék lenni, mert tegnap pakoltunk egy csomó bútort, úgyhogy most aztól elég távol érzem magam. Nagyon jó, és ez is válasz volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Az az igazság, hogy sajnos lejárt a műsoridőnk, de itt az előző blokk után megbeszéltük. Legalábbis nagyon kedvesek voltatok, és azt mondtátok, hogy élvezitek a beszélgetést. És hát őszinték voltatok, én gondoltam, hogy majd mondom többször nektek, hogy ne vetítsetek, nyugodtan legyetek őszinték, de őszinték voltatok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hát minden jót kívánunk az érettségi után, a nagyvilágban és a felnőtt korban. Köszönjük szépen! A vendégem Raut Adrián és Renkesz Máté a Paksi Vakbottyán gimiből, a 12B osztályból fognak ők ballagni, abszolút ballagás mikor is lesz? Június 25-26. Valami ilyesmi. És Liptai László az energetikai technikumból, jól mondtam a nevet? Így van. 12B. Teamsen ballagott. De lesz majd rendes is. Mit csinált a Teamsen? Úgy volt ballagott, úgy volt megtartva, ilyen. Igen. Uh-huh. De akkor lesz ilyen családi vacsora, vagy valami ebéd, ilyesmi lesz júniusban, amikor ballagás lesz. Remélhetőleg. Elvileg lesz, igen. Igen, igen. Legyen mindenhol egy kis családi összejövetel. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Strasser Andrát hallottátok. Én nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok. A következőkben érkeznek a hírek 10 órakor, utána pedig egy óra következik a híresekkel. További nagyon kellemes vasárnapot mindenkinek. Adásban voltunk. Minden vasárnap délelőtt Paks és környéke aktuális témáit, eseményeit hozzuk adásba. Vendégeink adásban értékelnek, elemeznek, beszámolnak, hogy tájékozottak legyetek. Adásban. A Paks FM közéleti magazinja. Minden vasárnap délelőtt 9 és 10 óra között.